Idén is megrendezik a Kossuth toborzó ünnepély és Huszár fesztivál keretein belül a Huszár konyha nevű gasztronómiai megmérettetést. A vad, bogrács és egy főzőversenyére. főző két-három fős csapatok jelentkezését várják szeptember 22 ig Nevezési díj nincs, azt azonban kérik a szervezők, hogy csapatonként legalább 20 adagétel készüljön el. A Kossuth téren főtt és sült finomságokat egy megjelölt szervezetnek lehet felajánlani, de akár a főzőcsapatok kóstolói egy formájában értékesíthetik is az ételeket. A főzéshez szükséges alapanyagok beszerzése a csapatok feladata. A főzőhelyeket szeptember 25-én reggel 8 órától lehet majd elfoglalni, a főzést pedig 9 órakor kezdhetik. Az elkészített ételeket 11.30 és 12.30 között kell a zsűri sátrában bemutatni. Az eredmény 13 órakor lesz.